December 14. Erős érzbástyává teszlek téged e nép ellen. Viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok. Megszabadítlak téged a gonoszok kezéből, és kimentelek a hatalmaskodók markából. Jeremiás könyve 15. fejezet 19-től a 21. versig. Jeremiás elhívása napjától kezdve szolgálata végéig próbálóként és őrállóként állt Júda előtt. Félénk és tartózkodó természetéből adódóan vágyott a visszavonult élet békéjére és nyugalmára, ahol nem kell látnia szeretett népének megátalkodottságát. Bárcsak a pusztába vinne engem valaki, utasok szállóhelyére, hogy elhagyhatnám az én népemet, és eltávozhatnám tőlük. Jeremiás könyve 9. fejezet, első 2 vers. Kegyetlen gúnyolódásokat kellett elviselnie. Érzékeny lelkét átmegátjárták a gúnyos megjegyzések nyilai. Azok sebezték meg, akik semmibe vették tanításait, és nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy felelősséget érez megtérésükért. Egész népemnek csúfjává lettem, mondja, és gundalukká napestig. A lelkiismeretes proféta azonban naponként erőt kapott mindezeknek az elviseléséhez. Az Úr velem van, mint hatalmas hős, jelentette ki hittel. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek. Jeremiás könyve 20. fejezet 11. vers. Amikor ki kellett innia a szenvedés és a fájdalom poharát, felidézte emlékezetében mindazt, amit Isten értetett, és diadalmasan mondta. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jeremiás iralmai 3. fejezet 18. vers, valamint a 22-től a 26. versig. Proféták és királyok. Jeremiás című fejezetből.